Welcome to our meeting. Szeretettel köszöntök mindenkit. Elnökünk kérésére ma nagyon sok dolgunk lesz, mert ki kell dolgoznunk cégünk karácsonyi image kampányát. Hát akkor mindenkitől várom az ötleteket. Hát a legkézenfekvőbb az lenne, hogyha a karácsonyhoz kapcsolnánk a kampányt, és a plakátokon például a fenyőfára akasztott díszek. Nem jó, a fenyőfa nem jó. Hát gondoljon cégünk bahamai székhelyére, ugye hát ott nem fenyőfa van, hanem pálmafa. Nekünk ragaszkodni kell a hagyományokhoz. De hát bocsánat, nálunk a fenyőfa a karácsonyi ünnepen. Nézze, Bata, túl haladtuk. Globalizáció. Írja föl magának. Globalizáció. A mai trendnek megfelelően, a rétinget és a Richard is figyelembe véve, a prezentációs matériába világosan rögzíteni kell a brand jellegét. Yes. Tehát pálmafa. Hát, igen. Esetleg gusztusosan rászórunk egy kis műhabat, és közben hullanak a hópelyhek. Milyen hópelyhek? Ne őrüljön már meg. Nem hópelyhek hullanak, hanem virágok. Leander. Ezzel tudjuk lekommunikálni a cég message-ét. It's very important. Yes, tehát virágok. A feldíszített pálmafa ragyog a színes virágoktól. Beautiful. Produktpolitikánk opening a fogyasztó felé. Igen, de a plakáton mindenképpen szerepelnie kell a Mikulásnak. Mikulás? Milyen Mikulás? Huey's. Mikulás. Santa Claus. Ha? Télapó, Mikulás, vagy Gyedmáróz, ahogy szokták még nevezni, ahogy a képen is látható, nagy fehér szakállal. Semmi szakáll. Termékekről idegen a szőrzet, hát ami megcélzott célcsoportunk, a nő. A young girl feelinget tartani kell. Javaslom tehát, hogy a télapó legyen nő. Na de hát már a neve is ugye, hát télapó. Fiatal, vonzó nő lesz, akire felfigyel az utca ember, amikor meglátja az óriás plakátot. De bocsánat, de hát a hagyományok. Ne akadékoskodjon, Bata! A market research egyértelműen bebizonyította, hogy a passive selling pull lehet. Yes. Én láttam is magam előtt egy gyönyörű nő a tengerparton. Bikiniben. Bikiniben? Hát miben futta maga szerencsétlen? A sales wave forecastingokon teljesen clear lett a promotional strategy. Yes. Jó, de a bikini az mindenképpen legyen piros. Mondja Bata maga megőrült piros? Maga a konkurencia színét akarja belesújkolni az emberekbe? A bikini színe blue, kék. Pili! Believability hozzásegít a long term memoryhoz. Yes. Ne is legyen rajta bikini. Price sensitive erősíti a brand loyalty-t. Yes. De a hátán viszi a tömött puttonyt. Yes. Milyen puttony? Miféle puttonyt visz a hátán, Bata? Esetleg beach bag. Esetleg? Tehát? Vagy egy strandtáska? Ezt spotban lekommunikáljuk. Az average time spot meghozza az affinity-t. Yes. Én már látom is magam előtt egy virágokkal teleszórt tengerparti sétányon fut egy gyönyörű nő, mesztelenül az egyik vonalat egy beach bag, a másik vonalat egy ilyen strandtás napernyő, rajta cégünk jelképe a kis kajmán, és akkor már készen is van az igazi magyar hamisítatlan karácsonyi félünk, az igazi magyar Santa Claus.